Végjáték. Ma is végjáték? Holnap is végjáték. De az a hírem, hogyha a mai nap 6 embernek a kiesni, akkor 4 csapat. Mert már így is úgy fogyunk, hogy még senki nem esett ki, de már csak 6-an játszunk. Most már lehet visszavennék a végjátékokból. Igen. Amúgy meg igazából elkönyvelhetjük, hogyha ma és holnap nyerjük a végjátékot, akkor a lányok miatt maradnak benne a fiúk. De akkor jövő héten mi lesz? Jövő héten meg megint magunkat mentjük? Szóval, hogy értem én, hogy állandóan a lányok mentenek itt mindenkit. Számomra egyáltalán nem új a helyzet, hogy fiú hét van, de nagyban befolyásolja a lányok teljesítménye a sorsukat. Mi vagyunk 5-en, a mi ütőképes fiúink száma pedig 2 jelen pillanatban. Ez mindig egy kis nyomást helyez ilyenkor szerintem a lányokra. Csak hogyha mondjuk ez a 2 fiú is kicsit hozná a pontot, hozna úgy, ahogy kéne, akkor már is jobb helyzetben lennénk, és nem az lenne, hogy mi visszük el konkrétan a napokat. És nyilván nem az ő hibájuk, mert nagyon kicsi múlik egy csomószor, csak tök sokat futnak. Még nekik kéne valahogy kiválasztani az Andris. Én nem értem, hogy valahogy mindig úgy jön ki a választás, hogy de már az Andris meg a Krisztián mindig. Andris de az Andris verhető. Hát, de igen, ő verhető sokat. Mind a 3 fiút nagyon-nagyon jó. Igen, és ez a baj, hogy szegények nem tudnak mit csinálni, mert 2 maradtak, cserélgetik egymást is. Ott a piros fiúk irányítják, hogy kivel menjenek. De tudnának nyerni azért, lehet nyerni a piros fiúk ellen. Én Bálintot egy nagyon stabil játékosnak tartom, úgyhogy én egyáltalán nem látom rajta azt, hogy tartana attól, hogy párbajoznia kell menni. Viszont, hogyha Peti oda kerülne, hogy párbajoznia kell, akkor nem tudom, hogy mi jön neki belőle, hogy tényleg akkor megtáltosodik, és akkor szétzúzza a pályát, vagy esetleg blokkolná ez az egész. Viszont mindenképpen jól jönne neki szerintem, hogyha egy ilyen helyzetet kipróbálna, és utána erősebben tudna visszatérni, mert megkapná azt a hitet, ami ehhez a játékhoz elengedhetetlen.